Köszöntök mindenkit a Kontakt Podcast eheti részében. Amellett, hogy emberek érdekes tapasztalataival, élettörténeteivel ismerkedhetünk meg, a keresztény életet érintő fontos kérdéseket is szeretnénk, és fogunk érinteni a podcastjeinkben. Így rá is térhetünk a mai témánkra, ami nem más, mint az imádkozás. A legegyszerűbben megfogalmazva ezt a kérdést, mi az imádkozás? Én is köszöntök mindenkit, Hát erre az egyszerű kérdésre nem könnyű egyszerűen válaszolni. Nyilván, hogyha egy mondatba szeretnék válaszolni rá, akkor van egy egymondatos tömör válasz, ami, ami így hangzik, hogy az imádkozás az egyenlő azzal, hogy beszélgetünk az Istennel. A mindenható teremtő Istennel való beszélgetése az embernek az imádkozás. Arról van szó, amikor az imádkozásra gondolunk, hogy Istentől kaptunk egy olyan lehetőséget, egy olyan csatornát, amin keresztül az ember és az Isten kapcsolatot tarthat. És az imádkozás az a módja, az a lehetősége az Isten való kapcsolattartásnak, amiben az ember közvetlenül és személyesen az Istenhez kapcsolódhat, az Istennel szóba állhat, mert az Isten nyitott arra, hogy szóba álljon az emberrel és bárkivel, és az az ember, aki hajlandó az Istennel kapcsolatot létesíteni és kapcsolatot fenntartani, annak elengedhetetlenül, elengedhetetlenül szüksége van az imádkozás eszközére vagy csatornájára, ugye? Tehát az imádkozás egy olyan Istentől kapott lehetőség a számunkra, egy megteremtett lehetőség az Isten által, amin keresztül mi beszélgetni tudunk az Istennel. Ezt használva, ugye majd később valószínűleg beszélünk a részletekről is, ezt használva, ami gyakorlatilag és gyakorlatilag nem elméletileg, gyakorlatilag szóba tudunk állni az Istennel, közölni tudunk az Istennel dolgokat, és nyilván még arról is szó, hogy miközben mi imádkozunk és közöljük magunkat az Istennel, az Isten is kommunikál velünk e közben, és Isten visszaközli magát az ember felé. Tehát az imádkozás arról szól, mint bármelyik más kapcsolatban a kommunikáció, hogy a, a, amikor két ember vagy két mert Isten nem ember, ugye? Kapcsolatot tart fent, akkor egy megfelelő kommunikációs csatornát használ, amin keresztül leginkább megérthetik egymást. Nyilván mi átla átlagos, egészséges emberek a, a szó és a beszéd útján kommunikálunk, ugye? Vannak eszközeink, amikkel ezeket a kommunikációkat nyilván tudjuk nyújtani, és ma már képesek vagyunk valakivel kommunikálni beszédben, néhány másodperc alatt a világ másik részéről is. De mondjuk egy süket néma embernek nem, nincs lehetősége arra, hogy kommunikáljon szóba, ezért ugye nyilván az ő kommunikációs csatornájuk más, jelbeszéddel kommunikálnak egymással, azon keresztül jól megértik egymást. Mi pedig emberi és Isten közötti kapcsolatban, tehát ahogy az Istennel kapcsolatban vagyunk, az imádkozás által vagyunk képesek értelmesen, érthetően kommunikálni magunkat az Isten felé, és megérteni az Isten saját magunknak. Hmm. Kulti... Tehát arról van szó ugye nyilván itt, hogy egy kapcsolat ö, jöhet létre az ember és Isten között. Tehát kapcsolat nélkül nincs sok értelme az imádkozásnak. Tehát annak az embernek nem sokat jelent az imádkozás, aki az Istennel nem akar kapcsolatba lenni, vagy kapcsolatot fenntartani, de, de ez a kapcsolat, ami az Isten részéről felett ajánlva, az ember elfogadhatja, az ember benne lehet ebbe, bele léphet ebbe a kapcsolatba, és benne élhet ebbe a kapcsolatba. Ennek, ennek igen nagy jelentősége van ugye ebbe a kapcsolatban az imádkozásnak, mert ez az a csatorna, ez az a, 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 a lehet, az eszköz, amin keresztül mi az Istennel tudunk beszélgetni. Tehát kapcsolatról van szó, amiben az imádkozás az, ahogy kommunikáljuk magunkat az Isten fel, és az Isten ezen keresztül kommunikál felénk többek között. De mégis a keresztény kultúránkban sokszor ez távolinak tűnik, és, és mivel, hogy ott vagyunk és tanuljuk gyerekként az imákat, és ö, akár csak, hogyha az imádkozásról van szó, akkor a legjobban és legelőször a, a mi atyánk jut eszünkben. De van ennél több. Nyilván sokkal többről szól, ahogy az előbb is említettem, hogy a, ha egy kapcsolatra gondolunk, ember és ember kapcsolatban, az nagyon ö, ö, változékony az, amit közlünk egymással. Sok minden sokféleképpen, sokféle hangsúlyjal ö, osztunk meg egymással, és nyilván nem ugyanazokat a szavakat ö, mormoljuk ugyanolyan sorrendbe vagy ugyanazokat a szavakat mondogatjuk egymásnak sorrendben, hanem mindig a szükség szerint, ahogy érezzük éppen magunkat, amiben éppen benne vagyunk, ami szükséges ahhoz, hogy bizonyos ö, kihívásokat vagy feladatokat végre tudjunk hajtani, ezeket a, a, szükséges információkat kommunikáljuk egymással. Hát ugyanígy van ez az, a, az imádkozásban és az Istennel. Nyilván van egy imádság mint a, a Bibliában, ami nagyon szép és nagyon sokat mondó, lehet tanulmányozni ezt az imádságot, lehet ezt az imádságot e, e, elimádkozni úgy, hogyha valaki éppen úgy érzi, hogy abban a helyzetben, ahol most ő van, ez a legfontosabb, amit az Istennek mondhatna, vagy, vagy közölnie kell. De alapvetően az, hogy mi egy miatyánk imádságot elmondunk, vagy egy miatyánkot mondunk, azzal nem oldottunk meg semmit. Ez, ez, ez nem kommunikáció. Sokkal többről szól az imádság, mint hogy néhány betanult imádságot, akár a miatyánkot vagy mást elmondunk, amikor az Úr Jézus elmondta a tanítványainak ezt a, a, az imád, vagy a tanítványai előtt, akkor nem azt mondta nekik, hogy ezt imádkozzátok. Hanem egy példát hagyott, hogy ti így imádkozzatok. Hogy, hogy, hogy vonjátok be az Istent ebbe, hogy legyetek benne úgy, hogy tudjátok, hogy most az Istennel beszéltek. Hogy a megszólításban kapcsolódsz ahhoz, akihez beszélsz. Mi is nagyon sokszor megszólítjuk, ugye például a gyermek az apját, apa, és mondja. Vagy az apa fiát, fiam, és mondja. Vagy a néven szólítjuk egymás, sokszor úgy indítjuk a beszélgetést. És Jézus is eltanított bennünket, hogy, hogy mi érzékeljük azt, hogy az Istennel beszélünk, és ezt fejezzük ki. És, és hogy, hogy hogy azzal a megszólítással, amivel mi megszólítjuk, azzal koncentrálunk is arra, akivel beszélünk. De nem arról van szó, hogy ezt ismételgessük. Nem arról van szó, hogy újra meg újra ezt elmondjuk, és akkor ezzel valamit kiérdemlünk az Istennél, vagy valamilyen előnyt jelent a számunkra, hogyha mondjuk ezt sokszor el tudjuk mondani egymás után. Nem ér semmit, hogyha az nem a személynek szól, nem a szívből jön, nem az én saját közölni valómat továbbítja, tehát nem az van benne, amit én szeretnék közölni, hanem gyakorlatilag csak elmondok egy imát azért, hogy az Isten is kapjon valamit. Tehát nyilván ennek nincs így értelmes. Soha nem látunk a Bibliában sem, és a, a, az értelmes és tartalmas keresztény életbe olyat, hogy valamilyen teljesítményt kellene nekünk az imádságban ö, produkálni vagy letenni. Amikor én imádkozok, akkor akkor imádkozok, akkor történik ez meg, hogyha én nekem van közölni valom az Istennel, és én azt őszintén, úgy, ahogy érzem, úgy, ahogy gondolom, elmondom neki. Tehát nyilván van több, sokkal többről szól az imádság. Ahogy nem lehet értelmes kapcsolatot fenntartani két embernek, egymással úgy, hogy mantrázunk egymásnak, hogy ugyanazokat a mondókákat mondjuk egymásnak. Ebből nem fogjuk megérteni egymást, nem is fogjuk megismerni egymást, nem fogjuk tudni egymás érzéseit e, megtudni, és nem tudjuk, hogyan segíthetnénk egymásnak, vagy hogyan lehetne e, e, valahogy a kapcsolatunk többé azáltal, csak akkor, hogyha őszinte, nyílt, időszerű kommunikáció, eh, információ csere zajlik. Tehát az imádkozásban is ez kell történjen, hogy mi amikor imádkozunk, akkor egy őszinte, nyílt eh, megosztással információt cserélünk az Istennel, hogyha le, szabad ezt így mondani. Persze még ettől is többről van szó, mert az imádkozás az elvisz bennünket oda, hogy, hogy hogy érzéseket osztunk meg az Istennel, és nyilván eljutunk akár egészen odáig, és el kell jutnunk, hogy imádjuk az Istent. Hmm. Hogy gyönyörködünk abba a kapcsolatban, amiben benne lehetünk, gyönyörködünk abba, amit Isten ezen a kapcsolaton nyújt nekünk. Hogy egyszerűen magával ragad bennünket az, hogy a világteremtő teremtő Istenével mi kapcsolatban lehetünk, és ezt nem fogjuk el magunkba, hanem kifejezzük magunkból. Egyébként azt is megfigyelhető, ugye, azt is megfigyeltem én is, meg, meg is figyelhető, hogy emberek, amikor nehéz helyzetben vannak, soha nem az jut be, hogy egy mi mondjanak el. Hmm. Tehát senki sem, amikor mondjuk egy hirtelen probléma éri, baleset ér egy családtagját valamilyen, trauma vagy tragédia éri, nem mondja, na most akkor gyorsan mondjak el egy mi atyánkot. hanem elkezdi mondani Istennek, hogy Istenem ez van, ordít, kiállt, Vágyás, hát te vagy kiállt. És létezel, akkor, akkor kérlek, menj meg. A, vagy... Tehát a, a, akkor az ember próbálja ugye gyorsan a kapcsolatot megteremteni, vagy próbál kapcsolódni. Nyilván nagyon sok embernek megvan az a csalódása is, hogy ez nem következett be, ennek ugye megvannak az okai, hogyha az ember nem fogadja az Isten kapcsolat teremtési indít és nem válaszol erre az indítványra, és nem fogadja el az Istenre ezt a kapcsolatteremtési lehetőséget, lehet, hogy amikor neki szüksége lenne az Istenre, hiányozni fog ez a kapcsolat. Tehát ugye az imátságban történik az, hogy mi az Istennel bármit, ami a szívünkben van, az életünket érinti, a környezetünket érinti, más embereket érint, ezt őszintén megbeszélhetjük vele. Mi történik az emberrel, amikor imádkozik? Hát az történik körülbelül, ugye nyilván nagyon sok minden történhet az emberrel, amikor imádkozik, de az történik, ami történik akkor, amikor két ember beszélget egymással. Tehát ugye egymásból kiváltunk érzéseket, kiváltunk e, e, indulatokat, jó, jó és rossz indulatokat is ki tudunk váltani, ugye akkor, amikor beszélünk és kommunikálunk. Tehát az történik, amikor az Istennel is beszélgetünk, hogy egyrészt tudatosítjuk magunkba, hogy ezt tudja az Isten, elmondtam neki. És nem azért kell elmondanom, hogy tudomást szerezzen róla, hanem azért kell elmondanom neki, hogy az Isten előtt nyilvánvaló legyen az, hogy én ezt vele meg akarom osztani. Nyilván megtörténhet az, hogy egy embernek van valami az életébe, amit nem mondott el soha egy másik ember, aki szintén tud róla. És annak ellenére, hogy ő tudja, nem... Érintett a témába, mert nem osztottuk meg veled. De amikor oda megyünk hozzá, és azt mondjuk nézd, ez a helyzet velem, ez történt velem, ez a jó, vagy ez a nehézség történt velem, és szeretném megosztani veled, onnitó azt a szemét, azt a barátomat például, bevonom ebbe a kérdésbe és ebbe a témába, és onnitó kezdve már van érintettsége a dologba. Isten is bennünket azért kérdez, azért hív imádkozni, azért akarja, hogy elmondjuk, hogy, hogy bele legyen vonva hogy mi a saját szabad akaratunk útján az Isten bevonjuk az életünk különböző részeibe, részleteiben, mert megvan erre a hatalmunk, ugye lehet így mondani. Néha jó lenne, nem lenne meg, de megvan ez a, az, ez a hatalmunk, megvan ez a, az, az szabad akaratunkból adódó lehetőségünk, hogy az Istent kizárhatjuk az élet különböző részeiből, annak ellenére, hogy tudja, hogy mi történik velünk, meg arra is megvan a lehetőség, hogy az Istent bevonjuk. Na most, amikor én őszintén oda megyek az Isten, és azt mondom, Istenem, nézd, ez van az életemben, ő mondhatná, jó, jaj, jaj, persze, tudom már. A Biblia is beszél arról, hogy mielőtt mi bármit megosztanánk az Istennel, ő már azt rég tudja, de, 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 de amikor én imádkozok hozzá, akkor én, én gyakorlatilag megnyitom a lehetőségét annak, hogy az Isten kapcsolódjon az én témám, hogy az, témámhoz, hogy az Isten kapcsolódjon ahhoz a részéhez az életemnek, amit én megosztok vele, és nyilván, amikor én bizalmasan ezt megteszem, akkor abba arra is számíthatok és várhatok, hogy az Isten a maga bölcsességével, hatalmával, eszköztárával, lehetőségeivel, befolyásával be fog kapcsolódni az életemnek abban a részébe. Úgyhogy amikor mi imádkozunk, akkor egyrészt az történik, hogy bevonjuk az Istent az élet különböző területeire. Nyilván az is történik, hogy amikor mi megosztjuk az Istennel ezt a dolgot, akkor, akkor mi is változunk. Most visszatérek újra két ember kapcsolatához, vagy beszélgetéséhez. Amikor az egyik ember megoszta valamilyen terhét a másikkal, bizonyos szempontból megkönnyebbül. Tehát ő benne is történik egy változás. Ahogy ő ezt a terhet megosztotta, egy megosztott teherré válik, és már is, miközben ő egy embertársával ezt megosztotta, ő benne magába is valami megváltozott. Sokkal inkább így van ez az Istennel hogy amikor, vagy, 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 csak még annyit, hogy az örömünkre visszatér, vagy ugyanezt történik akkor is, amikor az örömünket megosztjuk, csak fordított irányba. Hogy addig az öröm nem tud igazi öröm lenni, még nem tudjuk megosztani valakivel. Hmm. De amikor megosztottuk valakivel, akkor, akkor a, és hogyha ő együtt tud örülni velem, akkor igazából az az öröm valahogy felszínre tör, és, és, értelmet kap. Az ember egymagában nem tud boldoggá válni, és nem is tud igazán örülni. Ahhoz, hogy igazán boldog legyen, hogy örülni tudjon, szüksége van valaki másra is. És ugyanezt történik az Istennel is. Amikor én az Istennel megosztom az örömeimet, a hálámat, vagy, vagy megosztom a terhémet, akkor bennem is történik valami. Már is attól, hogy én, hogy én elmondtam őszintén az, ami, azt, ami engem érint, annak ellenére, hogy nagyon jó tudta, hogy hogy, hogy, hogy mi van az életemben, amikor én ezt elmondom neki őszintén, akkor bennem változások jönnek. Ha hálás vagyok, akkor, akkor a hála engem is felemel. Amikor örömet osztok meg az Istennel, az én örömöm az Istennel együtt, együtt örül velem az Isten. És Mert az Isten ugye ezt, ezt teszi. És az Isten, amikor együtt örül velünk, az bennünk is az örömöt felszabadítja. Valahogy az öröm egészen más értelmet kap belül. Látjuk, hogy, hogy ha valami olyan dolgot tettünk, ami az Isten szemében is becses dolog, az Isten szemébe is elismerhető, akkor, akkor ez az öröm elkezd bennünk e, egy kiteljesed, kiteljesedni. És tudjuk, hogy az Isten együtt örül velünk. Van olyan e, igazság, amiről a Biblia azt mondja, hogy a mennyország is együtt örül az emberrel. A mennyben az angyalok és az egész menny együtt tud örülni velünk. Vagyis az történik, hogy mi változunk, miközben mi imádkozunk, bevonjuk az Istent is közben, bennünk belül változások történnek. Emiatt, hogy mi hogy mi megosztottuk a szívünket, hogy mi nem, 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 szorítottuk magunkba, hanem őszintén kikommunikáltuk magunkból azt, ami bennünk van, vagy azt, akik vagyunk, ezáltal mi változunk. Tehát az ember megéli azt sokszor, hogy egy embertársával, főleg egy jó barátjával, vagy egy ember embertársával való kommunikáció során úgy érzi, hogy többé vált, sokkal inkább megtörténik ez az Istene való kommunikáció, kommunikációs beszélgetés által, vagyis az imádkozás által, amikor az Istene beszélgetek, érzem, hogy ez a beszélgetés épített, ez a beszélgetés engem többé tett, ez értelmet ad a folytatásnak, az életemnek, vagy értelmet ad bizonyos ö, várakozásnak, vagy értelmet ad bizonyos történéseknek, amik épp az életemben vannak. Hmm beszéltünk arról, hogy a, az Isten közel lehet engedni magunkhoz, és ő nem avatkozik bele, az, hogy igényelhetjük, tehát szabadon eldönthetjük az, hogy, hogy igényeljük-e az Isten jelenlétét, vagy nem. De lehetek önmagam az imádkozásban? Úgy, ahogy vagyok? <laughs> Ez a lényeg. Tehát, hogyha, hogy, hogy nem kell az Istenőt megjátszani magunkat, ne, nem kell más szót kincset használni, vagy egy különleges szótár alapján beszélgetni az Istennel. Nem kell megváltozzon az a viselkedésünk, nem kell az, hogy mi más hanglejtéssel, más hangsúlyjal beszéljünk, más hangszínen beszéljünk, akkor ha az Istennel beszélünk, hanem tisztelettel, őszintén, mint apa a fiával, vagy fiú az apával, úgy kell beszélgetnünk az Istennel. Én például a saját életemből tudom mondani azokat a tapasztalataimat, hogy nyilván, mint lelki pásztor is, vannak csalódásaim, kétségeim, kudarcaim. Tehát megélek olyan időket is, amik, amik fájdalmakat okoznak bennem, vagy feszültségeket. Vagy sokszor nem értem az Istent, mert ugye hát nem, nem értjük mindig azt, amit az Isten tesz, vagy tervez. És én ezt elmondom neki őszintén. Tehát ugyanúgy elmondom, mint bárki másnak elmondanám, vagy a feleségemnek elmondom, vagy elmondom egy jó barátomnak, ugyanúgy elmondom az Istennek is azt, ha valamit nem értek. Nagyon őszintén, úgy, ahogy én önmagam vagyok, elmondom neki, hogy hogy érzem magam. Például elmondok egy példát, néhány hónappal, vagy néhány héttel ezelőtt, de inkább egy-két hónappal ezelőtt történt, hogy ö, imádkoztam az Istenhez, és nagyon lelki állapotban voltam. És akkor ilyet mondtam az Istennek, hogy Uram, én úgy érzem magamat, mint egy összegyűrt papír galacsin. Mint egy összegyűrt papír. Hogy persze sok minden lehet rajta az, azon a papíron, jó dolgok, nemes dolgok, rossz dolgok, de, de ilyen, ilyen megtörtséget, ilyen meggyűrtséget érzem magamban. Na most nem sok köze van a mi ugye, vagy, vagy egy ilyen betanult imádsághoz. Gyakorlatilag őszintén elmondtam azt, hogy érzem magam, Ő, őszintén elmondom a kétségeimet is, ha ne találtam, valamilyen jellegű bizonytalanság van bennem, akkor elmondom a bizonytalanságaimat is. Nem vonom kétségbe ma már az Istent, mert az elmúlt majdnem két évtizedes közös útunkon annyira megismerhettem őt, hogy, hogy tudom, hogy ő egy megbízható biztos pont, és sohasem téved. Átvezetett ugye elég különleges időkön. Ne, őt, őt nem vonom kétségbe. A bölcsességét sem vonom kétségbe, de vannak kétségeim ennek ellenére, amiket viszont nagyon őszintén el tudok neki mondani. Tehát önmagam lenni. Még lehet, hogy kiáltunk is az Istenhez. Lehet, hogy ki kell menni éppen egy, egy beszélgetésre a természetbe, és ott a természetbe felkiáltani. És úgy kiáltani hozzá, ami, ami a szívünkből ki akar jönni, ki tudjon jönni. Tehát ki kiáltani a szívemből, szívemből azt, ami éppen benne van. Vagy bezárkózni egy szobába, és ott őszintén kísírni az magunkból, ami bennünk van. Mert az Isten hajlandó fogadni bármilyen jellegű őszinte kommunikációt. hogy nem lehet megsérteni. Az Isten nem tudom az őszinteségemmel soha megsérteni. Még akkor sem, hogyha az nem éppen a legválogatottabb szavakkal történik, vagy, vagy nem éppen a legkonszolidáltabb hangsúlyjal történik. Ne, nem lehet az Isten megsérteni. Az őszinte ember soha nem tudja az Istent megsérteni. Bármilyen méről kiáltson, bármilyen nehézségből kiáltson, vagy bármilyen öröméből, öröméből kiáltson egyet, vagy esetleg viselkedjen másképpen. Dávid örömében táncolt ugye a fridláda előtt, és ez nem volt egy általános gyakorlat, de akkor ugye ezt, ezt váltotta ki belőle. Vagy volt, hogy én is ugráltam örömön be lelki mikor egy olyan hírt kaptam, vagy egy olyan hír ért engemet, megtörtént velem, úgyhogy uh, Istennek ez tetszik, az őszinteség az mindig tetszik, hogy önmagunk legyünk, és önmagunkat vállaljuk fel akkor, amikor vele beszélünk, és, és mennél inkább önmagunk tudunk lenni, annál... Uh, gördülékenyebb lesz a kommunikáció, hogy jobban fog menni a, a kapcsolat előre az Istennel. Sajnos az a tapasztalat ugye, hogy pont az Isten előtt, aki előtt nem kellene ezt, hogy így, így gyakoroljuk, mégis ő előtte gyakoroljuk azt a leggyakrabban, hogy állarcokat húzunk. Hogy amikor az ember elkezd imádkozni, akkor kihúzza magát, akkor valahogy megváltoztassa a modorát, megpróbál az Istennek eljátszani egy olyan valakit, aki nem ő. És ez nagyon messze, messze távol áll az Istentől. Ez nagyon messze van attól, hogy az Isten szeretne velünk beszélgetni. Hogy mi se szeretnénk az, hogyha gyermekeinket soha se láthatnánk úgy, ahogy ők önmaguk hogy nem kell állarcokat hordozni, meg állarcokat használni akkor, amikor Istenhez megyünk, mert ha valamikor minden állarcot és minden áruhát le kell vetni az embernek, az pont akkor van, amikor az Istenel beszélget. Mert ő minden részletet tud, tehát ő, előtt, ő, előtte minden nyilvánvaló, nem tudunk elrejteni semmit. Ilyen állarcoskodó, meg, 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 megjátszott szerepekkel az Isten elé állni, az egy az csőd, tehát azt az, az, az nem szabad vállalni. Inkább az ember nem mondjon semmit akkor inkább üljön csak le, és maradjon szótlan az Isten előtt. Vagy azt mondja, uram, visszajövök egy óra múlva, egy hét múlva, egy nap múlva, akkor, amikor, amikor őszinte tudok lenni. Mert Istennek az őszinte szív csak az elfogadható egyedül. Tehát az se semmilyen farizeusi megjátszott viselkedés az Istennek nem, nem kell. Nem is fogadja el az Isten, sőt nem tud áthatolni az egeken. Mert a mi imáinknak el kell jusson az Isten elé és, és a képmutató farizeusi látszat dolgok, azok nem, nem tudnak feljutni a valóság világába, a valóság istenéhez, a szentség istenéhez, ahol semmilyen hazugság, semmilyen ármányosság, semmilyen ö, ö, számítgatásnak nincsen helye. És az ki van zárva az Isten jelenlétéből. Az Isten jelenlétébe egyetlen egy ö, módon lehet jelen lenni őszinte szívvel. A sátán is ott bukott el, hogy nem volt őszinte, és ugye megpróbálta a, a, Istent meghazudtolni, és ma is ezt teszi, ugye, megpróbálja az Istent meghazudtolni. Mi, bár ő tudja, hogy kicsoda az Isten, és nagyon jól tudja az Isten, ismeri az Isten szentségét, mégis megpróbálja meghazudtolni, és ugye az Isten jelenlétéből ki kellett kerüljön ő is, és mindenki ki kell kerüljön, és jobban azt mondom, hogy semmi nem tud bekerülni, ami nem őszinte. Ezért csak ezt ide akartam még, még tenni, hogy semmilyen képmutató vagy, vagy, vagy nem őszinte, vagy Megszokott, rutinból jövő, nem őszinte, nem valódi beszélgetés az Isten irányába az céltévesztett. Hm. Mit tanít nekünk a Biblia az imádkozásról? Főleg azért, hogy sokszor az ember azt gondolja, hogy, hogy őszintén közeledni az Istenhez az valami új dolog, de a Bibliában ezt nem így látjuk. Igen, a, az imádkozás témája ma, főleg a mi civilizált kultúránkban nagyon elhanyagolt, elnyomott, elhitte azt a ma embere, hogy az egy felesleges dolog. Nyilván több oka van annak, hogy elhihette. Egyrészt nyilván amiatt, mert az emberek kevés őszintén Istennel beszélgető, Istennel jó kapcsolatban levő embert láthatnak. Nagyon sok fárasztó, monoton, értelmetlen imádkozásnak nevezett emberi próbálkozást láttak, ami nem imádkozás, és nyilván arra nincs is szükség, de ezzel együtt nagyon sokan a valódi imádkozásnak az értékét is lesöprik az asztalról, vagy annak a a, lehetőségétől ugye gyakorlatilag elfordulnak, hogy ők az imádkozás által, az Isten ahol beszélgetés által Isten bevonhassák az életük különböző részében, és ez gyakorlati módon nyilvánvalóan ugye megnyilvánulhasson. Most a Biblia a kezdetektől egy olyan Isten mutat nekünk, amelyik igyekszik az emberrel kommunikálni. Keresi a kapcsolatot az emberrel. Az Isten ugye Ádámtól, Évától kezdve folyamatosan kereste a módját annak, hogy az emberrel kapcsolatot teremthet, és az a láthatatlan Isten, aki az ember bűnössége miatt láthatatlanságba kellett, hogy burkolózzon, mert ha az ember a bűnös ember őt meglátná, ezt nem élné túl, és nyilván Istennek nem célja az, hogy elpusztítson bennünket az ő jelenlétével, hanem hanem akkor megkereste azokat a csatornákat, vagy megteremtette inkább, így mondom, azokat a csatornákat, amin keresztül mégis megszólíthatja az embert. Keresi az Isten a, az embert. Próbál az Isten kapcsolódni az emberhez. Az Isten kapcsolatot próbál kezdeményezni és fenntartani az emberrel. És vannak erre nagyon jó példák a Bibliában, az Isten igében, ahol láthatjuk azt, hogy, hogy milyen rendkívülévé vált az embereknek az élete, akik meg tudták érteni az Istent, és akik meg tudták beszélni az életük fontos és lényeges kérdéseit, meg akár az apró részleteit is, ugye, az Istennel. És tudjuk ezeket a hősöket, ezeket a bibliai hősöket, akiket ugye így láthatunk, és arra inspirál Isten bennünket, vagy akar inspirálni, hogy fogadjuk el azokat az aktuális megkereséseit, amin keresztül ő kapcsolódni akar hozzánk. Na most nyilván elsősorban erről szól. Van egy kapcsolat, és ebben a kapcsolatban Isten akar kommunikálni. A Biblia azt tanítja, hogy ez többféle formában is megtörtént az Ószövetségben, különböző formában, az Új sokkal könnyebb módon és sokkal egyszerűbb úton az emberek irányába az Isten részéről. És amikor valaki ezt megérti, hogy az Isten keresi, az Isten hívja, az Isten akar közösségbe kerülni vele, és erre igent mond, akkor bekövetkezik az, hogy az Isten elkezdi magát e, megosztani, és hívja az embert, ugye, és újra hívja az embert, hogy, hogy, hogy az ember is hozza meg a szívét vele. Na most vannak formái ennek nyilván, meg vannak e, tanácsok ahhoz, hogy mi emberek általánosan hogyan e, imádkozzunk, hogy az imádkozásba tartsunk ki, vagy az imádkozást, mint a legfontosabb ö, ö, kapcsolati eszközünket feltétlen és folyamatosan használjuk ö, a, az, a keresztény életünk során. De azért azt mondom, hogy minden egyes embernek egy egyedi ö, ima módja lesz, ahogy ő az Istennel meg tudja magát e, értetni. Tehát nem lehet azért ezt így lesablonozni, hogy akkor így kell imádkozni. A Biblia se mondja soha azt, hogy így kell imádkozni. Soha nem parancsolta meg az, a Biblia, hogy térdeljünk le, amikor imádkozunk. De gyakran letérdelünk, ugye, amikor imádkozunk, és nem mindenki térdel le, és és az nem jelenti azt, hogyha valaki nem térdel le, akkor azt az Isten nem hallgatja meg. Ha valaki letérdel, akkor annak oka van. Isten soha nem szabott meg sablonokat amilyen tanácsai vannak az imádkozással kapcsolatban Jézusnak is, amik voltak, vagy Istennek, vagy a Szentileknek az apostolokon, vagy a tanítókon keresztül, az például az volt, hogy tartsunk ki, mindig imádkozzunk. Amikor a Biblia arra biztat engem, hogy szüntelen imádkozzak, akkor igazából arra, biztat, hogy szüntelen beszélgessek az Istennel. Folyamatosan hogy, hogy ne, ne, szakadjon meg ez a kapcsolat, hogy, hogy az első és mindennek kellett való az legyen a számomra, hogy én az Istennek mondom el, hogy az Istennel osztom meg. De nincsenek sablonjai, hogy így vagy így imádkozzunk. Nagyon sokféleképpen látjuk imádkozni a, az embereket, és nyilván vannak azonos és hasonló vonások az imádságainkban, de azért személyes lesz. És, és mindenkinek meg lesz az a, az a személyes ö, közeledése, az a személyes. Ö, stílusa az imádkozásban, ugye szabad így mondani, de azt hiszem szabad, amit el kell fogadjak, hogy ő is az Isten, ezt így tudják megélni a legjobban. Ugye nagyon sokszor egyik ember a másik imádságába keresi a problémát, meg a, meg a kivetni valót, meg, meg, megkérdőjelezzük sokszor, hogy na, de hát jó, jó, de nem úgy imádkozott, akkor, akkor biztos az Istennek nem tetszett, mert nem úgy imádkozott, ahogy én. Ilyen nincsen az Istennél. Hogy mi, mi is a gyerekeinkkel különbözőféleképpen kommunikálunk, és ezt élvezi a szülő, nekem öt gyermekem van, és mind az öttel, te nagyon jól tudod, ugye másképp kommunikálok egy kicsit. Persze vannak hasonlóságok benne, de mégsem lehet ugyanannak nevezni a, 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 az egyiket meg a másikat. Éppen így az Istennel és minden embernek egy saját stílusa alakul ki. És ehhez megkapja azokat a tanácsokat, amik szüntelen imádkozásra, kitartásra, állandó Istenre való figyelésre biztatnak bennünket, őszintességre, e hálaadásra ugye, a, a, a mi beszélgetésünkben, mert bár a Biblia tanít, hogy hogyan kell kérni, és ez ezzel elég hamar azonosulunk, de emlékeztet bennünket arra, egy ilyen jó tanácsként, egy ilyen tanítóként, ugye, a Bibliának a különböző részei, de amikor az Istennek beszélget, ne felejtse hálát adni se. Hogy adj hálát az Istennek azért, amit tett veled, ami történt az életedbe. És, és, ez, és ezek nem ilyen formák, ilyen parancsok, hanem, hanem tanácsok, hogy, hogy, persze sokféle dologgal szembesülsz, nagyon sok kérésed lehet ebbe az életbe, de jön az imádkozáshoz, a beszélgetéshez a tanács, de ne felejts hálát adni. Mint hogy a, mondjuk sokszor egymásra, de ne felejtsd el megköszönni. Hm. Mert elfelejthetjük, megtörténik sokszor. Egy ilyen, egy tanács például a háladás. A Biblia tanításai gyakorlatilag az imádkozásról azok a tanácsok, amik az Istennel való beszélgetésünket elősegítik, és, és segítenek, hogy a stílust, meg a formát, a sajátunkat kialakíthassuk, és egyszerűen megtaláljuk azt a módját, ahogy mi kényelmesen, felszabadultan, szüntelen beszélgetni tudunk az Istennel. Hmm. Adódhat a kérdés, hogy Isten tényleg meghallgat minden imát? Akár közel 8 milliárdan vagyunk a Földön, vagy akár az, hogy vannak olyan imáink is, amik, amik, nem túl erősek, és, és érezzük magunkba azt, hogy ez nem volt elég. Tehát tényleg meghallgat minden imát az Isten? Isten minden imát meghallgat. Jobban mondom, Isten, én úgy hiszem, Isten minden imát hall. Ugye, tehát hallja, amikor valaki imádkozik, még azt is, hogyha valaki megszokásból imádkozik. De Isten nem tud megválaszolni minden imát. Isten minden őszinte imát megválaszol, viszont azt tudom mondani. Tehát azok az imák, amik nem hitből jönnek. Ugyanis az imádkozáshoz az első és legfontosabb dolog, amire szükségünk van, az, hogy higgyük azt, hogy mi az Istennel beszélünk. Őt nem láthatjuk. De amikor mi imádkozunk, akkor nagyon fontos az első és legfontosabb feltétel, hogy mi higgyünk az Istenbe. És azt, amit mi mondunk, azt hittel mondjuk neki. Tényleg valóságos és őszinte legyen az, a, az, a, az, amit mi elmondunk és megosztunk. Ez nagyon fontos. És amikor én őszintén hittel, bárhogy, bárhogy, bárhol és bármikor megszólítom az Istent, arra Isten mindig válaszol. Azok az imák, amik nem őszinte hittel történnek, amik nem Istenre figyelve, nem Istent e, a középpontba helyezve, nem Istent célozva, és nem tudatosan történnek azokat, Isten nem válaszolja meg, mert gyakorlatilag az ember részéről egy olyan hozzáállás van, ami azt az Istennek, hogy ez nem is neki lett címezve. De amikor én őszintén, nagyon őszintén megnyitom a szívemet, és egy szót mondok, olyan nincs, hogy Istennek egy ima rövid vagy hosszú. Hmm. Neki nincs túl hosszú imádság, és nincs is túl rövid imádság. Egy egyszavas őszinte imádság is az Isten szívét megindítja. Isten tudja, mi az, ami hitből jön, ugyanis a hit az, ami feljutatja az Isten elé a mi imádságunkat. És amikor megjelenik egy szó tőlem az Isten előtt, az Isten tudja értelmezni, és látja, hogy mi minden van egy szóba sokszor benne. Látja, hogy benne van az érzésem, benne van a kudarcom, a fájdalmam, a segélykiáltásom, benne van a bizonytalanságom, benne van a, a, az örömöm, a sikerem, bármi benne lehet egy szóba de hogyha hittel és őszintén lett kimondva, akkor Isten elé feljutott, és minden egyes imádság, ami az Isten elé feljutott, azt Isten meghallgatja, tehát nem csak hallja, meghallgatja, tudomásul veszi az Isten, és megválaszolja. Az, amikor az Isten elé fogunk állni, akkor nem lesz egyetlen egy olyan imánk sem, ami lehet lett volna meghallgatva és megválaszolva, amit őszintén hittel, tényleg őszintén neki címezve mondtunk el. Az, hogy nem úgy válaszolta meg, ahogy mi képzeltük el, vagy nem azt küldte, vagy nem azt adta, vagy nem olyan körülményeket teremtett, amit mi vártunk el, ez lehetséges nyilván, mert az Isten a saját bölcsessége szerint válaszolja meg az imáinkat. De abba teljesen biztos vagyok, hogy egyetlen őszinte hittel elmondott imádság sem marad az Isten részéről megválaszolatlan. Hmm. Hogyan fejlődhetek az imádkozásban? Így egyszerre ez olyan sok minden, is, és, és ha jegyzetel nem is kéne, akkor is sok mindent fel kellene írjak, de mégis az Isten kapcsolat nem egy monoton kapcsolat, hanem, hanem az őszinte kapcsolat kell legyen. De hogyan fejlődhetek ebben? Ez is úgy működik, mint bármi más, ami az élethez kapcsolódik, vagy az élettel kapcsolatos. Hogy bármilyen más képességünk gyakorlatilag elindul egy bizonyos pontról, és szépen lassan elkezd kibontakozni, hogyha azt gyakoroljuk. Ugyanígy van az imádkozás kérdése is. Vannak emberek, akik nem imádkoztak, lehet soha, vagy csak nagyon ritkán, vagy csak ilyen betanult imákat mondtak el korábban. És ugye, amikor meghalnak valakit imádkozni, volt, hogy valakivel én is imádkoztam, és azt hogy jaj, hát én, én sohasem soha fogok tudni így imádkozni. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná a kisgyerek korábban, egy éves korában, jaj, én soha fogok tudni úgy beszélni, mint az a másik. Ez nem igaz. Ugyanúgy indul. Először az ember csak lehet, hogy néhány mondatot vagy egy-két szót tud mondani ki, mert nem találja meg azokat a szavakat, mert nincsen hozzászok vagy a láthatatlan Istennel ő beszélget. Ugye vannak azok a tévképzeteink is sokszor, és főleg, hogyha valaki ilyen erőteljes, vallásos háttérből jön, ahol ö, ő a múltjában gyakorolta a vallásosságát, bármelyik vallásról legyen szó, ott azért megtörténik az, hogy az embernek vannak ilyen Rutinus betanult dolgai, és amikor viszont szembesül az élő Istennel személyes találkozás útján, akkor azt mondja, hogy ez, ez most nem fog működni. De akkor most mit mondjak? Mert gyakorlatilag nekem csak ennyit jelentett a, az imádkozás, de most rájöttem arra, hogy ez, ez valahogy nem, nem illik ide, ez, ezt én most nem mondhatom ebbe a helyzetbe, mert valami másra lenne szükségem, de nem vagyok rá felkészülve, nem baj. Mondjam azt, ami éppen eszembe jut mondjak egy szót, egy mondatot, kettőt. Nem kell senkinek megfelelni, gyakorlatilag el kell kezdeni beszélni, tanulni az imádkozást. És ez nem azt jelenti, hogy tanulom, hogy minél többet megtanuljak, minél több kegyes, nemes szóösszefüggést, vagy szókapcsolatot, vagy mondatösszefüggést megtanuljak, és akkor ezeket kifejezzem, hanem hogy beszélni megtanulunk. Ugyanúgy megtanulunk imádkozni is, és egyszer csak azt veszük észre, hogy egyre többet tudunk kommunikálni a Teremtő Istennel. És egyre több beszél, megbeszélni valónk van. A gyermek, mikor először beszél, akkor csak, sokszor csak ugye egy-két szóval kommunikálja magát, a szülő mégis megérti. Sokszor csak mutogatunk, de még azt is megértjük, hogy a gyerekeinktől Isten is megért bennünket. Tökéletesen érti azt is, hogyha csak egy-két dadogó, botladozó szót tudok csak mondani az imámban. nem baj, azt kell mondani. De ez fejlődni fog. És minél többet beszélgetünk az Istennel, annál jobban ki fog bontakozni, és ezt csak arra jövünk rá, hogy egész hosszú beszélgetéseink vannak az Istennel. Hogy egész sokféle dolgot tudunk megbeszélni vele, mert rájöttünk a természetességére, és arra ráéreztünk ennek az ízére, és belekapcsolódtunk, és és nincsenek elvárások az Istennél, nincsenek egy túl hosszú imádság, túl rövid imádság. John Bunyan mondta, hogy Isten nem a hossza szerint méri az imádságokat, ugye, hanem a mélysége szerint. Hm. Tehát Isten előtt egy bármilyen őszinte, félmondat is nagy jelentőséggel bír. És neki megvan a hatalma arra, hogy tökéletesen megválaszolja azt. Hm. Hát köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és merjünk imádkozni, merjünk őszinték lenni az Istennel.